Mi minden ünnep alkalmával megpróbálunk valami különlegességgel készülni, azoknak is, akik minden koncerten ott vannak. Évben az utolsó. Szeretettel köszöntjük a körünkben a Arturt. Jó veletek, nagyon jó volt a próba, nagyon szerettem, amit csináltam, úgyhogy bátran elmegyünk, hogy azt hiszitek, hogy 20 év után nem halálosan izgalmas bemenni egy ilyen koncertre? Egyszerre szeretem és utálom ezt a párosítást. Nyilván egy karácsonyi koncerten kell, hogy legyenek karácsonyi dalok. Ezek nem új dalok, hát már eljátszottuk őket, volt olyan, amit akár többször is, de ebben a formában, ebben a sorrendben, ezekkel az emberekkel, ilyen összeállításban, ilyen showval biztosan nem láthatták a nézők, és nem is fogják látni. Én nagyon sok mindent tanultam az Olitól ebben a pár hétben. Igazából ő miatt elkezdtem el mozogni a színpadon konkrétan. Nagyon sok mindent mutatott nekem a hangképzésben, hogy csináljam, mit csináljak. A mi kapcsolatunk már olyan, hogy szinte mindent megosztunk egymással, mindent megbeszélünk egymással. Már álltam vele egy színpadon. De úgy, hogy egy ilyen koncert keretében, hogy az ő rajongói ott ülnek és őrjöngenek érte látni azt, hogy tényleg mennyien szeretik őt és mit csinál ő a színpadon, mert azért ez elég nehéz dolog szerintem. És nekem ő egy, hát úgymond mondhatom azt, hogy példakép, mert ezt a példát kell követni, amit ő csinál. A Sztárban Sztár egyik nagyon fontos sarokköve az a jelmez, meg a maszk. Ezt ugye itt nem tudjuk megvalósítani, ezért általában azt a felkonfot szoktam mondani elé, hogy itt vannak velem az eredeti előadók, és ők a függöny mögött énekelnek, de mert nagyon szégyellősek, és azt kérték, hogy inkább én legyek itt a színpadon, és én majd tátogok, jó, hogy ezt bocsássák meg. A reakciókból kiderül mindig, hogy igen érdekes az, amikor mondjuk Telmiét vagy Presszert énekelek ezzel a fizimiskával. Alapvetően mindig izgulok, azért a barátaim ezt tudják rólam színpadra lépés előtt, de hogy egy ilyen külön plusz druk volt bennem, hogy majd hogyan fogad az ő rajongó tábora. És nagyon-nagyon jól esik az, hogy nagyon sokat visszatöltenek pozitív szempontból, és nagyon sok pozitív energiát kapok az Olinak a közönségétől is. El tudtam jutni egy más közekhez, akikkel nem találkoztam, hiszen nagyon sokan az ő koncertjei hallottak engem először énekelni. Nem szó arról, hogy Zoli mennyit bátorított, hogy anyám, csinálni kell. Tehát nagyon-nagyon sok tanácssal látott el. Volt egy olyan sztori Zolival, amikor egyszerűen így ott hagyott a színpadon, és éreztem, hogy hát akkor megpróbáljuk mi is utána csinálni ezt, hogy a közönséget meglepjük. Így oldalról is felmegyünk az emeletre, csak az a baj, hogy ő ezt laposztipőbe csinálja, én meg 15 centis magas sarkúban. Úgyhogy most inkább úgy döntöttünk, hogy mama helyén marad. Olyan, mint egy kisgyerek az Oli, de komolyan, tehát főleg amikor jön a Jackson blokk, látszik, hogy ezen nőtt fel. Nyilván a színházi szerepeiben is egészen különleges és csodálatos, de hogy amikor popzerét énekelhet, akkor egy másik Berecki Zolivá válik. Én ezt látom. A Száj velem az egy saját szerzemény. Az annyira mélyen a lelkemből való, és akkora öröm csatolódik hozzá, hogy még 20 évig tudnám játszani. Hogyha a közönség nem unja, akkor én biztos nem fogom megunni, mert nagyon-nagyon sok energia szabadul fel bennem, amikor megszólal. És látom a közönségen is, hogy repülnek velem. Nagyon sokat köszönhetek ennek a dalnak, ebben robbantam be a popzenei életbe. Ezt a dalomat játszotta le úgy a rádió, hogy onnantól kezdve, amióta lejátszotta, ez gyakorlatilag naponta lemegy. És nem is szedték ki. Tehát úgy látszik, hogy örök zöld lett. Egy ilyen koncert bármennyire is fárasztó, mindig föltölt. Azért jó, vagy azért tudok nyugodtan elaludni, mert látom az embereken, hogy őket is föltöltötte. Meg hallom, hát ugye nagyon tapsoltak, úgyhogy ma jó fogok aludni.